A szolnoki járási ügyészség vádat emelt egy 48 éves Budapesten élő nő ellen, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt. A vádirat szerint a nő 2021. március 10-én délután vonattal utazott Budapestről Kisvárdára, gyermeke és egy kistestű kutya kíséretében. A jegyvizsgáló figyelmeztette a nőt, hogy az ebet szabálytalanul szállítja, mert az nincs bezárva a kisállattartó boxba, illetve nincs nála az oltási igazolványa a kutyának. A nő erre trágár szidalmakat szórt a jegyellenőre, aki figyelmeztette, hogy hagyja abba ezt a viselkedést, mert különben ki fogja zárni a továbbutazásból, le fogja szállítatni a vonatról. A kalauz tovább folytatta a munkáját, már 4 kocsival arrébb ellenőrizte a jegyeket, amikor egy utas szólt neki, hogy tegyen valamit, mert a nő továbbra is botrányosan viselkedik néhány kocsival arrébb. Erre a jegyvizsgáló telefonon rendőri intézkedést kért a legközelebbi, a szolnoki vasútállomásra, és figyelmeztette is a nőt, hogy a viselkedése miatt, illetőleg az ebb szabálytalan szállítása miatt le fogja szállítatni a vonatról. Erre a nő megfenyegette a jegyvizsgálót azzal, hogy megkéseli, elvágja a torkát, illetőleg az ismerősei telefonon oda fogja hívni a szolnoki vasútállomásra, és velük elintézteti őt. Azért, hogy a fenyegetéseinek a komolyságát bizonygassa, telefonált és felhívott egy az eljárás során be nem azonosított férfit, majd kihangosította a mobiltelefont úgy, hogy a jegyvizsgáló is hallhassa, amint az ismeretlen férfi emelt hangon megismétli a nő által már korábban a jegyvizsgálónak elmondott fenyegetéseket. Közben a vonat befutott a szolnoki vasútállomásra, és a jegyvizsgáló által odakért rendőrök intézkedés alá vonták a nőt. A szükséges intézkedés miatt csak 51 perces jelentős késéssel indulhatott tovább a vonat. A jegyvizsgáló visszaszállt a vonatra az intézkedést követően, de a történtek annyira megviselték, olyan komoly félelmet keltettek benne ezek a fenyegetések, hogy azon a napon a szolgálatát már nem tudta ellátni. A járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzéses eljárás keretében végrehajtásában próba időre felfüggesztett börtönt szabjon ki a vádlottal szemben. Az ügyben első fokon a szolnoki járásbíróság fog dönteni.